Mit próbálnál ki, ha egy napra nő lehetnél? Hát amit csodálok, például, hogy tudnak olyan nagyon-nagyon magas sarkú cipőkbe végigmenni az úton. Azt lehet kipróbálnám. De nem ezek a minimális ilyen 5 centi sarokkal, hanem vannak azok a jó becsületes tűsarkú cipők. Na, egy olyannal felsétálni mondjuk a Büdös kútig is vissza, itt Szentgyörgyön, azt lehet kipróbálni. Most hirtelen jobb nem jut eszembe, nem tudom, nem gondolkoztam még ezen. Álmaid úti célja? Madagaszkár. Jobbat nem tudok. Talán ott, vagy Ausztrália, mondjuk ott megnéznék egy-két koalát, ahogy az eukaliptusz leveleket majszolja. Valami jó sziget, ahol kevés az ember, nagyon meleg, és sok a koktél, és tengerpart, és homok, és ilyesmi. Pálmafák. Na, valami ilyesmi. Mi kell ahhoz, hogy büszke légy magadra? Ahhoz, hogy büszke legyek magamra, mivel családom van, van két saját lányom, meg egy nevelt lányom, hát akkor leszek igazán büszke, hogyha őket úgy tudom felnevelni Zsókával együtt, hogy büszke legyek. Tehát ők nekem a legnagyobb büszkeségeim, és hogy lám, hogy hova. Most már egy kicsikék, tehát hogy az egyik 9, a másik 7, tehát hogy még szeretném megérni azt, hogy hát, hogy szokták ilyen közszeljel élve az oltár elé vezetni őket, akkor azt hiszem, hogy elég büszke leszek. Ha te lennél a városod, községet polgármestere, mind változtatnál? Több pénzt fektetnék a kultúrába. Mondjuk, nem tudom. Ha egy lakatlan szigetre egy tárgyat vihetnél magaddal, mi lenne az? Egy jó vok, vagy egy teflon. Hogy hát tüzet azt egyszer lehetne rakni, és akkor valamit kéne sütni, na, valami halad. Mikor nevettél utoljára? Úgy igazán, tiszta szívből. Hát igazándiból a mohóságomtól. Habár néha jó, ha az van, vagy úgy előjön. Gondolok itt bizonyos, mert mindenben mohó vagyok, nem csak az evésbe, munkába is, tehát hogy mindent nagy kanállal szeretem élvezni az életet, mindent. Színházi szerepeimet is mohón ugrok neki, és minden áron a maximumot ki akarom hozni belőle. Tehát ebből a szempontból nem biztos, de hogyha az egészségemet nézem, és a családomat, amit mondtam, hogy a leányomat az oltár elé, ahhoz le kéne kicsit fogyjak, és ahhoz a mohóságot így azt mondom, hogy így, na, ez itt van, a zsebembe is kiteszem, vagy mit tudom, egy évre kettő, és akkor úgy lemenne pár kiló, akkor az úgy jobb volna lehet mindenkinek, főleg nekem. Mit kívánnál az aranyhaltól? Egy nagy tartőzött kapszal.